A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves munkaerő felmérése alapján a foglalkoztatottak száma csökkent, és az országostól eltérően a munkanélkülieké is mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A több mint 56%-os foglalkoztatási arány elmaradt az országostól, a munkanélküliségi ráta közel 9%-os mutatóval pedig a megyék közül itt volt az egyik legmagasabb. Ennek a furcsa kettősségnek azonban van magyarázata. Ennek a látszólagos ellentmondásnak részben az a magyarázata, hogy a munkahelyüket elvesztett személyek egy része a járvány miatt nem tudott aktívan munkát keresni, illetve nem tudott volna két héten belül munkába állni, így nem felelt meg a munkanélküliség nemzetközileg elfogadott kritériumainak. Ennél fogva ők a gazdaságilag inaktívak számát növelték. Másrészt a tavalyi év folyamán szinte folyamatosan csökkent a munkanélküliek száma a megyében, így az év elejé növekedés következtében még mindig kevesebben voltak, mint egy évvel ezelőtt. A koronavírus eredményeként mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon olyan új helyzet jelentkezett, amire senki nem volt felkészülve. Világszerte tendencia volt, hogy a vállalkozások kisebb vagy nagyobb mértékben, de csökkentették a dolgozói létszámot. Cégek esetében lehet azt mondani, hogy valaki a munkavállalói létszámának az 50-80%-át kénytelen volt ideiglenesen elengedni. Van aki a szerencsés cégek, akik a pár embert 5-10%-kal meg tudták oldani ezt az egészet. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy nagyon sok cég azzal engedte el a kollégáját, hogy a koronavírus, illetve a kijárási korlátozás esetén vissza fogják őket venni, tehát nem feltétlenül jelent meg mindenki álláskeresőként a statisztikában. Ez főként a nagy létszámú cégekre, gyárakra volt jellemző. Akik kisebb vállalkozásokból, irodai munkakörökből kerültek munkanélküli státuszba, azoknál mást tapasztaltak a munkaközvetítő cégek. Tapasztalataink szerint azok az emberek, akik most vesztették el a munkájukat, ők mindent elkövettek annak érdekében, hogy ismételten el tudjanak helyezkedni. Állás, tehát közvetítőket, munkaközvetítőket, bárkit keresnek. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem igazán engedheti meg magának senkinek azt, hogy válogasson. Tulajdonképpen az első olyan állás lehetőséget, ha csak nincsen konkrét ígérete a saját korábbi munkáltatójától, hogy vissza fog kerülni, gyakorlatilag minden olyan munkát el fog vállalni, ami megfelelő a tapasztalatának, képzettségének és képességeinek. A legtöbb helyen a munkabérek csökkentésével is együtt járt az elmúlt néhány hónap. Azoknál a cégeknél viszont, amelyek az átlagostól korábban újra életre tudnak kelni, akár meg is emelkedhetnek a bérek. A piacelemzők szerint több évbe is telhet, mire a koronavírus előtti szintekre visszaáll a gazdaság.